Jó napot kívánok! Az esemény jön, és elsuhan. De az emléknek 100 ideje van. Vörös Sándor gondolataival köszöntött minden jelenlévő. Emlékezni jöttünk. Arra a 30 évre emlékezünk, amióta az Isten áldotta hely, Nagyszalonta és Turkeve testvérvárosok. Ezen ünnepi találkozáson szívből köszöntöm mindnyájukat, Turkeve város önkormányzata és a Turkevéért Alapítvány kuratóriuma nevében. Csajbó Ferencné vagyok, az alapítvány alapító tagja, kurátor. Szeretettel köszöntöm Török László urat, Nagyszalonta polgármesterét, Kovács Sándorné és Kovács Sándort, Tóth Juditot, Domján Laurát, Illyés Lajost, Andor Irén, Andor Miklós, Tódor Albertet, Nagyszalonta korábbi polgármesterét, Domján Klárát, Szabó Sándor, Szabó Erzsébetet, Patócs Csillát, Felok Gabriellát, Gábor Ferencet és Kis Csabát. Köszöntöm városunk polgármesterét, Sallai Erbenedet urat, Kántorné Bíró Emília alpolgármesterasszony, a képviselőtestület jelenlévő tagjai, a Turkevéért Alapítvány alapítói, köztük dr. Szabó Zoltán urat, a kuratórium elnökét, korábbi polgármester, a magyar és egyetemes kultúra lovagját. Köszöntöm dr. Todori Zsolt urat, alapítót, önkormányzati képviselőt. Köszöntöm az alapítvány kuratóriumának megjelent tagjait. Köszöntöm azokat, akik a környező településekről érkeztek hozzánk jeles ünnepre. Köszöntöm vendégeinket, valamennyiüket, akik a teremben most helyet foglalnak. Arra kérem mindannyiukat, hogy együtt emlékezzünk erre a 3 évtizedre. Sallai R. Benedek polgármester úrnak adom a szót, kérem köszöntse a jelenlévőket. Köszönöm szépen a szót, és valamennyiüket nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Annyit kértem, hogy ne kelljen protokollban beszédet mondanom, mert nem szeretem a protokollt, és mégis mindig ez a vége, hogy valamit mondanom kell. És nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ideig el rövid polgármesterségem alatt általában olyan alkalmakkor kellett beszédet mondanom, amikor hálás lehetek a sorsnak, hogy részese lehetek annak a rendezvénynek, ahol éppen meg kell jelennem. Testvér-városi kapcsolat. Azon kell elgondolkozni valamennyinek, főleg akinek megadta a Jóisten, hogy ezt tudhassa, hogy milyen testvérnek lenni, és mit jelent az, hogy a testvériség, az hogyan jelenik meg. Nyilvánvalóan 30 év, jóformán egy Petőfi mértékével egy emberöltő, tehát nagyon-nagyon sok minden történhetett 30 év alatt, és nagyon sok kapcsolat alakulhatott ki, és nyilván saját családom kapcsán is láttam ezt, hogy hogyan vált testvériessé ez a kapcsolat, hogyan alakult sokak számára olyan természetes barátsága és együttműködésé, ami összeszövi a szálakat Nagyszalontával. Ugyanakkor lényegesen több az, ami összeköt bennünket. Összeköti a városainkat a magyarság, összeköt a közös nyelv, a közös történelem, összeköt a közös sors. Valamennyien, hogyha végigvonulnak Turkeve történetére, hogy milyen volt a futás ideje, a török víz időszaka, és megnézi Nagyszalonta történetét hozzá párhuzamosan, azt látja, hogy ugyanabban a sorsban szenvedtünk, ugyanabban a korban. Ugyanaz volt történelmünk. Ugyanúgy Nagyszalonta is jóval a honfoglalás előtt szarmata hagyományokkal, őskori leletekkel, ugyanolyan múltral büszkélkedhet, mint Turkeve. Ahogy itt a bronzkori leletek bizonyítják a város területének lakottságát, ugyanígy a szarmata hagyományok, a csőrszárok nem csak természetvédelmi értékét, hanem kultúrtörténeti értékét is
hasonló vonalakat hoz, mint Turkeve. Hasonlóak vagyunk, sok mindenben azonosak vagyunk, és összeköt bennünket jó néhány emberi kapcsolaton túl az a közös történet, amit az elmúlt 30 év hozott. Valamennyien, hogyha belegondolnak abban, hogy milyen volt a 20. század, ez a hosszú és átkos 20. század, akkor azt kell látniuk, hogy igenis van értelme a testvéri kapcsolatokat fenntartani. Milyen lehetett 40-ben vagy 44-ben az első bécsi döntésnél vagy a szovjet megszállásnál nagy szalontainak lenni? Milyen lehetett, mikor véglegesen Romániához került, és milyen lehetett ezt átélni? Ezt mi itt a Tisza mellett alig tudhatjuk, pedig akár úgy is adhatta volna a történelem, hogy mi is átéljük ezt, és mi is ebben a sorsban osztozzunk, de itt van az a momentum, amiben mi mégis mások lettünk, és mégis más hazott a történelmünk, és épp ezért fontos, hogy ez az apró momentum egy több ezer éves lakott települések múltján ne hozza ki azt, hogy bármiben is különbözünk, és azt lássuk, ami összeköt bennünket. És én azt szeretném, és arra kérem nagy szalontai kollégámat, hogy abban legyünk partnerek, hogy a következő 30 év még aktívabb testvéri kapcsolatot hozzon. Azt szeretném, hogy minden magyar tanár a turkevei iskolákban, mikor a magyar irodalom egyik alapvető örökségét a Toldi tanítja, akkor felhívja a figyelmet arra, hogy mondjuk a Toldi családnak nagy szalontával milyen kapcsolata volt a 17. századig. Felhívja a figyelmet arra a kapcsolatra, hogy Turkevő büszkélkedhet azzal a testvéri kapcsolattal, ami a Toldit hátterét teremti. Azt szeretném, hogy testvérvárosi kapcsolatok kapcsán a lehető legtöbb gyermek elmenjen Nagyszalontára, lássa Nagyszalontát, és érezze abból a testvéri kapcsolatból, amit a városaink köttettek 30 évvel ezelőtt, hogy mit is jelent ma az, hogy testvérvárosok vagyunk. Nyilvánvalóan polgármester kollégámmal együtt mindegyetten teljesen más feladatokra koncentrálunk, mindennapi dolgaink sokszor elsodornak bennünket, de mindent el fogok követni annak érdekében, hogy maradjon idő arra, hogy rendszeres látogatói legyenek a turkevélyek Nagyszalontának. Azt szeretném, hogy folytatódjon ez a kapcsolat, aktívabbá váljon ez a kapcsolat, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a kultúránk része legyen nagyszalontai testvérvárosnak lenni. És azzal szeretném megnyitni a következő 30 évet, hogy azt az ígéretet teszem, hogy a következő 5 évben, mandátumom ideje alatt mindent el fogok követni annak érdekében, hogy a legjobb kapcsolatot, a testvérességet, lehetőség szerint a szeretetet és az együttműködést megvalósítsuk kollégámmal együtt, és a következő időszakban is fejlesszük ezeket. És záró gondolatként meg szeretném köszönni mindenkinek, aki a elmúlt 30 évben létrehozta ezt a kapcsolatot, legfőképpen ápolt ezt a kapcsolatot, aki tett azért, hogy ez a kapcsolat élő legyen, és kérem továbbra is, hogy aki ebben részt vett, az lehetőség szerint a következő 30 évben is ugyanez az aktivitással tegye meg, mert a testvériességnek jó néhány momentuma apróságokon múlik. Sanyi bácsira nézek, hogy egy kocintás közös pálinkán múlik. Egy közös jó hangulaton múlik, egy közös történeten múlik. Ez az, ami összeköt bennünket, a közös történetek. Azok a kapcsolatok, amit felidézhetünk, amivel közös múltunk lesz. És bízok benne, hogy minél többünknek lesz, minél több ilyen élménye a következő időszakban, és kérem, hogy a megemlékezés pillanatai során mind emlékezzenek arra, hogy önként választottuk ezt a testvérességet, vagy testvériességet, önként döntöttünk amellett, hogy így szeretnénk tenni, és éppen ezért ez sokszor jobban összeköt bennünket, mint a vér szerinti kapcsolat, hiszen magunk dönthettünk arról, hogy kivel, hogyan szeretnénk szeretetteljes, hosszú távú kapcsolatban együtt lenni. Arra kérem valamennyiüket, hogy ebben legyenek partnerek, és így folytassuk ezt a 30 évet. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, polgármester úr, kedves gondolatait, és kérem Török László urat, Nagyszalonta polgármesterét, ő is szóljon a jelenlévőkhöz. Tisztelt polgármester úr, kedves volt polgármesterek, kedves alpolgármester volt kollégám és alpolgármester asszony, kedves turkeveiek, tisztelt nagyszalontaiak! Valamikor késő nyáron volt egy nagyszalontai megbeszélésünk, amikor arról találkoztunk Arany János városában dr. Szabó Zoltánnal, hogy a 30. esztendő alkalmából itt mi Turkevén találkozzunk és emlékezzünk az eltelt esztendőkre. Akkor megígértem, hogy itt leszek, és tudják nagyon jól, ilyenkor az adventi készülődésben tornyosulnak a feladatok,
és lélekben most érkeztem be a terembe. Az úton úgy jártam, a kis buszban ülve a nagy szalontaiakkal, mint a kis herceg abban a történetben, amikor elmondja, hogy ha tudom, hogy érkezel, akkor már korábban díszbe öltöztetem a lelkemet. A nagy szalontaiak rengeteg élményről beszéltek a buszon, én fáradtam, ültem az egyik ülésen, és ők mondták, emlékszel arra, emlékszel erre, milyen volt akkor? Irigykeztem, kezdtem egy kicsit, mennyi élmény, egy igazi nagy család. Ettől lett élő, nagy szalonta és Turkele kapcsolata. Önöknek köszönhetően. Mi polgármesterek kocsingathatunk, elmondhatjuk a világról a szép dolgokat, de az ember a legkisebb gondolat, amely a legmagasabbra tud nőni a társadalomban. Ennek a fának a gyökerei 30 éve lettek elültetve. 30 éve, de a föld több ezer éves. Jó mag hullott ebbe a földbe, és azt gondolom, akkor cselekszünk jól, ha ezt a formát további tartalommal töltjük meg. Kezdő polgármesterként azt hittem, elég utakat aszfaltozni, épületeket felújítani, majd sok-sok esztendő után rájöttem arra, ha az emberek kömös kelemenként nem rakják be a lelküket, minden épület össze fog omlani. Az én tanulságom is az, hogy mindenképp kell folytatni, de mindenképp arra kell törekednünk, hogy a legszélesebb népcsoportok, lakosaink, városainkban élő emberek tudjanak és éljék meg ezt a családias légkört. Így hát abban leszek partner polgármester úrra a jövőben is, amit az előbb néhány szóban beszéltünk. És azt mondta nekem a polgármester úr korábban, hogy minden idegszálával Turkele fejlődésre kíván koncentrálni, és ezt jól teszi. Mert minden településen meg kell éljék az emberek a fejlődést. A piros-fehér zöld színek mellé ott kell legyünk a nép gyarapodása, az a gondolat, amelyet a magyar állam az alkotmányában is garantált, hogy a nemzet egy és egységes. Ezért kérjük és szeretnénk érezni minél inkább azt, hogy Turkele is érzi és átérzi ezt az alkotmányos penzumot, és tudjuk jól, hogy megkapunk minden segítséget a továbbiakban is. Nagy Szalonta Arany Jánosi gondolatban akar élni továbbra is, meg akar őrizni a magyarságát, és ez a családias légkör, ez a mag, amely a gyümölcsét hozza, a jövőben is alkalmas lesz erre. Épp ezért kívánom önöknek, hogy családjai, városuk mindenképp áldott karácsonyt éljenek meg, és azt is, hogy az új esztendőben még inkább egymás keblére hajoljunk. És záró gondolatként engedjenek meg, hogy olyan embert hívjak ide a mikrofonhoz, nem ismerve a forgatókönyvet, aki annak idején ott volt a mag ültetésénél, felkérném Tóth Arany polgármester úrat, legyen szíves, ossza meg velünk a gondolatait. Én nem fogok oda kimenni, mert olyan hangom van, mert hogy polgármester lettem, nekem az apám azt mondta, hogy fia, ha emberek előtt beszélsz, állj föl, hogy lássanak. Beszélj hangosan, hogy halljanak, és beszélj röviden, hogy szeressen. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm a szót, kedves polgármesterek, kedves ex-polgármester úr, hiszen ketten ex-polgármesterek vagyunk. Eltelt 30 év. És mikor idejöttem legelőször, akkor azt mondtam, hogy testvért akkor fogadunk el, mikor kedves. Nem született testvér, de fogadott testvér. És lévén, hogy akkor Turkele volt a legkisebb település, akivel
úgynevezett testvér települési együttműködést írtunk alá, vagy szerződést, akkor azt mondtam, hogy hát Tuttebe a kis testvér városunk, és mint minden családban kis testvér szeretik a legjobban. Ezért mondtam, mert én nagyon sokszor megfordultam ebbe a terembe is, és Tuttebén is, és remélem, hogy ahogy a Török László polgármester is elmondta, jó magot ültettünk el akkor, ezelőtt 30 évvel. Hiszen, ahogy a mostani polgármester úr is elmondta, és az utódom is, hogy ennek a 30 évnek azért volt foganatja és hozadéka. Hiszen, ahogy itt ülünk, olyan barátságok kötöttek a két település között, nem csak úgynevezett adminisztratív szinten, polgármesteri szinten, hanem ugye a családok is, egymásra találtak is. Igen, igaz barátokká lettek. Én hiszem azt, hogy ebben a 30 évben mi nagyszalontaiak, akik azt mondjuk, hogy aki nem jött el Nagyszalontára, az Amin Mohamed, aki nem ment el Mekkába, hitetlen, és szeretettel vártuk mindig a turkebelyeket, hiszen ők mindig meglettek kultúrműsorra, meglettek ajándékokkal, hadd mondjam el, hogy nem egy szobrot ajándékoztak Nagyszalontának, a nagyszülőteink szobrait ajándékozták, és sok más közös emlékünk van, és ugyancsak mi is átjöttünk ide különböző ilyen kulturális megnyilvánuláskor, és nem csak, hogy megadjuk azt a tiszteletet, amivel e két városnak a lakósága egymásra és egymásért dolgozik, és gondolom, hogy meg is becsüli ennek a munkának a hozadékát. Ehhez kívánok én, hogy még legalább, nem 30 évet, hanem még legalább 100 évet együtt örvendjünk egymásnak, és mindannak, amit a két városnak a lakói megteremtenek, hiszen, ahogy az ének is mondja, egy vérből vagyunk, és ezt becsüljük meg. Engedjék meg, hogy kívánjak mindnyájuknak egy áldott karácsonyt, egy nagyon boldog új évet, és minden jót a jóban. Akkor Szabad Zoltán urat kérem, hogy ő is mondja el az ünnepi gondolatait. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, és azt kivívtuk a mély süllyedésből, és a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra emeltük, mint csak lehet, elmondhatjuk, térjen őseink porához. Köszönjük élet áldomásidat, ez jó mulatság, férfi munka volt. Vörös Marti gondolataival köszöntöm a tisztelt jelenlévőket, nyugodt szívvel mondhatom a ma ünneplőit. Boldog vagyok, bár mondhatnák a jelenlévők, hogy ez magánügy. De azt gondolom, hogy visszaemlékezve erre a 30 esztendőre, arra bizonyos 1989. december 27-én délután 2 órára, amikor az akkori szövetkezett telex gépén a nemzetközi információk alapján az akkori nagyszalontai baromfipari vállalat telexét találtam csak meg, és ha jól emlékszem, az ott létrejött Nemzeti Megmentés Tanácsának címezve küldtük el azt az telexet, amelyben javasoltuk, hogy a két város vegye fel egymással a felsővárosi kapcsolatot. Rövid időn belül aznap délután visszaérkezett a válasz, amellyel örömmel fogadták ezt az ajánlatot. Az csak külön pikantériája a sorsnak, hogy éppen egy szalontai állatorvos volt az, aki ennek a Nemzeti Megmentési Tanácsnak jeles képviselője volt akkor. És következtek a hetek, nem túl sok hét. Már január közepén, a lévén, hogy az anyai nagyszüleim nagyszalontai születésűek, családi látogatásra mentünk, meglehetősen nehéz körülmények között, akkor még Gyula felé, és
Kisjenő felé lehetett csak megközelíteni, tehát közvetlen járat nem volt Sarkadól, és hát elég sűrűn katonai ellenőrző pontokba botlottunk, és ellenőrizték a határforgalmat elég erőteljesen. Aztán februárban már egy autóbusznyi túrkeveivel mehettem Szalontára, és Pelók Benedek, akkori polgármester fogadott bennünket. Itt van a teremben néhány olyan akkori küldöttségi tag, Faragó Lajos. Lajos, hol vagy? Álljál föl, légy szíves, hogy lássák, hogy te is az első között voltál. Aztán Földes Imre úr, aki az akkori még működő tanács elnök helyettese volt. Későbbiek során Kóris István tanácselnök képviseletében ő volt közvetlenül ennek a kapcsolat indulásának részese. És én nagyon nagy örömmel gondolok vissza erre az első szalontai csoportos utazásunk találkozásaira. Majd márciusban már a nagyszalontai küldöttség hasonló külön autóbusznyi létszámmal érkezett hozzánk, Pelók Benedek vezetésével, és akkor írtuk alá formailag ezt a bizonyos szerződést. És hát az ezt követő években 1000 szállal kötöttünk egymáshoz. 94-től minden évben karácsonyi koncertet vittünk, a 92-ben a Turkevért alapítvány által alapított zeneiskola diákjai és tanárai. Részt vettünk az Arany János versmondó versenyen. Nagyon sok ma már szülőként ott lévő, akkor gyerekként ott lévő turkevei emlékszik vissza örömmel és boldogan azokra a napokra, amelyeket ott töltöttünk. Én azt gondolom, hogy az a 111-2 kilométer, ami közúton a két város között van, valójában összehoz bennünket úgy, hogy nincs távolság köztünk. Az a közös akarat, amely az együttműködésben leledzik, az kölcsönösen kibontakozott. És én örömmel látom, most a közelmúltban éppen Messengeren kaptam egy üzenetet, a magyarországi, anyaországi utazók jártak Szalontán, és hát ott látták Sinka István szobrát, látták Zilai Lajos szobrát, látták Gábor Ferenc szobrát, és mind a három szobor Turkevé ajándékként került Nagyszalontára, Nagyszalonta közterületére. De örömmel mondhatom azt is, hogy amikor Arany János születésének 175. évfordulója volt, akkor itt Turkevén háromnapos programot szerveztünk, és ennek a programnak a keretében többek között Danelli Szerny tanár úr is jelen volt és előadást tartott, de akkor adtuk ki Gábor Ferenc nagyszalontai költő verses kötetét, a Vád és könyörgést. Később még egy másik könyv, Danelli Szerny édesapjának első világháborús emlékét megőrző naplójának a kiadására is sor került. Ezek csak morzsák, a történet egy-egy kiemelt eseménye volt, amelyel úgy éreztük, hogy megajándékozhatjuk a szalontaiakat. Még eláthatatlan emléket tudnék önöknek sorolni. És jó eső érzés most ezt a napot megélni, amikor az emlékezés szálait megerősíthetjük, és én annak külön örülök, hogy a október 13-án megválasztott polgármester úr Salejer Benedek az első pillanatokban kinyilvánította a béli szándékát, hogy azokat a kapcsolatokat, amelyek az elmúlt években létrejöttek, nevezzük tesővárosi kapcsolatoknak is, ő komolyan veszi, hogy ezt tovább erősítsük, folyamatosan töltsük meg tartalommal, és szerezzünk örömet kölcsönösen egymásnak. És ebben a tesővárosi kapcsolatban éppen úgy beletartozik a lengyelországi Poromka, mint a franciaországi Osel, a párciumi Nagyszalonta, a kárpátaljai Nagybocskó és az anyaországi Mezőhegyes is. Én úgy gondolom, hogy Turkeve város kitekintése, legyen ez akár turisztikai szempontból is, nagyon fontos, hogy minél többen tudják, hogy az idén 758 éves nagykonsági város milyen értékekkel bír, milyen értékekkel kíván vendégeket fogadni, milyen üzeneteket kíván küldeni Európa más területeire is. Legyenek ezek a politikai határok bárhol is. Én úgy gondolom, hogy az együvé tartozás, a magyarság tudatunk, az akkor lesz valójában értékelendő és még fényesebb, hogyha megbecsüljük egymás értékeit,
a megbecsülésen túl meg is ismerjük azokat, és ténylegesen úgy viseltetünk, ahogy a vér szerinti testvérek, azok az emberek, akik szorosan kötődnek egymáshoz. Csak tenni-tenni emberek, az élet gyorsan elpereg, egy perc csupán az élet, de ez a perc lehet csodás, teremtő munka, alkotás, amely megőriz téged. Isten hozta önöket nálunk. Átadjuk a turkeveiek ajándékát a kedves nagyszalontai vendégeinknek. Állatira féltem, hogy nehogy valami baj legyen itt, mióta láttam. Egy turkevei fazekas művésznek a alkotása, ami lámpaként funkcionál. Hát az Istennek nem illet bele sehova egy 30-as szám, mert a képzőművészet az már csak olyan, hogy a 30-as nem tudtuk beleírni. De ennek ellenére abba bízunk, hogy nagyszabont a polgármester hivatalában hosszú időn keresztül fogja szimbolizálni ez a termék, vagy ez az alkotás, azt a fajta testvéri kapcsolatot, amit az elmúlt 30 év jelképezett, és bízunk benne, hogy ki tud nagyobb számot mondani a versenyzők itt Teodor Albert polgármester úrral, hogy én tudok mondani 150 évet is. Tehát, hogy de minél tovább és minél hosszabban jelképezze ezt a jó kapcsolatot, kérem fogadják figyelmességgel, hogyha a fogácsolat megkérni jöjjön közelebb, a mi ajándékcsomagunkban a legértékesebb gondolatunk egyike Arany János emlékkönyv, amelyet a Köldök 200. születési évfordulója adtuk ki, és egy olyan dolgot is hoztam föl csak a polgármester úrnak, amely számunkra nagyon fontos, mégpedig egy zsák Földet Arany János szülővárosából, arra a portáról, ahol a költő meglátta a napvilágot. Ugyancsak szeretném átadni dr. Szabó Zoltánnak is egy emlék. Csomagot. Tisztelt jelenlévők, kedves vendégeink! A emlékezés emlékkönyvét fogjuk most fellapozni egy 20-25 percben. Tisztelt jelenlévők!
Lapozzuk fel a 30 év emlékkönyvét. Álljunk meg néhány szóra, néhány percre egy-egy oldalnál. 2000. szeptember 8-án tanítványaimmal, 7. osztályosokkal, az Isten áldotta hely nagy szalonta vendégei voltunk. Az egész nap egy rendhagyó irodalom óra volt. Az óra a nagy szalonta jelképévé nemesedett híres neves Csonka-toronyban kezdődött. A torony történetét Zuh Imre múzeumigazgató segítségével ismertük meg. Ő vezetett bennünket végig az Arany János Emlékmúzeumban, mely 1899. augusztus 27-én lelt végleges otthonra a toronyban. Emeletről emeletre haladva néztük meg a múzeum gazdag anyagát, mely az Arany László adományozta kegytárgyakon kívül fennállása óta folyamatosan újabb értékekkel, eredeti kéziratokkal, könyvekkel, szobrokkal, festményekkel és grafikákkal gazdagodott. A gyerekek figyelmesen hallgatták a múzeumigazgatót, jegyzeteltek, kérdeztek, Margó néni versmondását tapssal köszönték meg. Legjobban a nagyköltő személyes tárgyai, szobája, bútorai, íróasztala, pipagyűjteménye, kalapja, s annak a fotelnek látán érzékenyültünk el, melyben 1882-ben fia Arany László jelenlétében örökre lehunyt a szemét. A templomkert szoborparkba Dánieli Szentre tanár úr, aranykutató kísért el bennünket, mesélve szalonta alapítójáról, Bocskai Istvánról. A Kossuth szoborról. Szalonta híres szülöttjeiről, Arany Jánosról. Zilahi Lajosról. A Sinka szobornál elmondta, köszönettel gondolnak Turkevére a testvérvárosra, amiért Alamasz Lajos szobrász elkészítette, s szalontának adományozta a Fekete Bojtárnak szobrát. Így Sinka hazatért. A szoborpark szomszédságában áll Nagy Szalonta harmadik legrégibb épülete, mely Arany jegyzősége idején készült. A kiugró falpilléren ez a magyar szöveg olvasható. E helyen állott az az iskola, amelyben Arany János tanult és tanított 1823-tól 1833-ig és 1836-tól 1830-ig. Megilletődötten léptünk be az iskolába, ahol ma magyar és román gyerekek tanulnak. A verőfényes októberi napsütésben végig sétáltunk a város központjában. Háromszög alakban található a három jeles szülött, Arany János, Zilahi Lajos és Sinka István szülőháza. Mi a kis bogárhátú házat kerestük, s néztük meg leginkább. Idéztük a családi körsorait. Este van, kiki nyugalomba, feketén bólingat az eper falombja. Kísérünk, Dániel Eszendre bácsi mesélt az Arany családról, a 10 gyermek születéséről, a kisházról, a megverselt eperfa unokájáról. Koszorúval tisztelegtünk a költő nagysága és emléke előtt. A szülőházaktól autóbusszal a szalontai temetőbe mentünk. Mécset gyújtottak a gyerekek, Szél Kálmánné Arany Juliska, Zilahi Lajos sírjánál, s a két világháború hőseinek és áldozatainak emlékművénél. Az autóbuszban köszönték meg a gyerekek Dánieli Szentre tanár úr irodalmi sétáját, s adták át a csoport ajándékát, megkérve őt írjon néhány emléksort naplójukba. Endre bácsi sorai kedvesek és szívhez szólóak. Rég várt kedves vendégek érkeztek ma hozzánk Turkevéről, testvérvárosunkból. Figyelmes, jó gyerekeknek ismertem meg Margó tanárnő csapatát. Isten éltesse őket sokáig. 2000 ősze, Dánielis Endre. Autóbuszunkat a templom előtt Nagy Szalonta költője Gábor Ferenc várta.
77 éves kora ellenére kerékpárral vezetett bennünket, mutatva az utat, mely házukhoz vezetett. A rendhagyó irodalomóra a Gábor Feri bácsi és felesége Erzséke néni házának kertjében folytatódott. A hetedik bések önállóan választott Gábor Ferenc verseket mondtak, Csajbukni tanárnő a Turkevő újságban megjelent, a Megtisztult élet című kötet méltatását olvasta fel. Az örömkönnyek, a meghatódás voltak a válaszok a meglepetésre. Feri bácsi élettapasztalatait osztotta meg velünk, a naplóba pedig ezek a sorok kerültek. Megható ünnep számunkra ez a mai találkozás, őrizzük az emlékét örökkön. Szeretettel, Gábor Ferenc. 2009. december 20-án nagyszolontai barátaink látogattak meg bennünket. Felidéztük a két évtized emlékeit. 20 év. Az elküldött anyagban igyekeztem összefoglalni azokat a gondolatokat, amelyek bennem voltak, vannak, és talán lesznek is a következő években még, hiszen visszaemlékezve arra 1989. decemberére, azt gondolom, hogy görögnek, akik ott a határ túlsó oldalán megélhették annak a korszaknak a végét, különösen öröm volt akkor. És az a bizonyos december 27-e 89-ben, amikor én a termelőszövetkezet Telex gépén ezt a bizonyos néhány soros üzenetet átküldtem Szalontára, a Baroki feldolgozónak a Telex gépén, más címet nem tudtunk elérni Szalontán, és amikor rövid időn belül visszaérkezett a kedvező válasz, hogy elfogadják a tessővárosi együttműködés lehetőségét, akkor azt gondolom, hogy különösen fontos volt számunkra. Akkor nekünk itt, és talán szalontaiaknak ott. Tehát ez az bizonyos kép, amivel indítottuk, a kép jobb sarkában Feló Benedek. Akivel aláírtuk a tessővárosi szerződést, és hát itt a jelenlévők között ugyanúgy is még egyszer köszöntöm feleségét, Feló Kapit. Mellette merő véletlen, menjünk viszont Ila, merő véletlen Szilágyi Györgye, állatorvos kollégám, aki Szalontán volt a Nemzeti Megmentés Tanácsának elnöke, ha jól emlékszem. A forradalom időszakában sajnálom, hogy nem fogok jönni, őt is hívtuk a mai találkozóra. És jobb szélre pedig Földes Imre, aki akkor Túrkevén tanácselnök helyettes volt, és az első találkozás, ez a fotó 1990. februárjában készült Szalontán, már a református templom középen fogok adni látható. Itt már a Kossuth szobornál félig fordul felénk csak Csontos Piroska. Tóth Lali bácsi, bocsánat, dr. Tóth Lajos bácskai tanárnak a volt a pósán látható, ott Lajos bácsi mindig velünk volt, amikor mentünk. Igen, mentünk talán. Hát itt a koszorultás Katona Gyula, meg a jobb szélén Manó, talán itt Juhász István volt a hivatalos neve, de ő állhatott a két jobb szélén. Itt írjuk alá, hogy erősítjük meg a 10 éves kapcsolatról szóló szerződésünket. Ez szép Béla. Ez a meghívó a arany születés évfordulójára rendezett programról szól. Ez pedig a Inga szobor, és ebben a emléktábla Turkevé hovatása 1997-ben a 100. születési évfordulón. Akkor helyeztük el ott ezt az emléktáblát, és akkor nevezte a képviselő testület Csinka István térnek addig névtelen területet ott az autóbusz megvan a környékén.
ez a vers, sportmondó verseny, Csajdi talán ő. Itt már Fehér Ildikó színművésznő, ő többször járt nálunk a versmondó verseny zsűri elnökeként. Emlegettem az imént Salainé Benedek Katit, tanárnőt, aki Kuncsorba igazgató időszakában alakított kétesvárosi kapcsolatot gyakorlatilag a szalontai pedagógusokkal és azóta is élő kapcsolatban vannak. Ez az Arany János utcai koszorúzás, itt túl kevés. Minden esetre én abban hiszek, hogy amit elkezdtünk és amit közös értéket teremtettünk kölcsönösen egymás településén, az nem volt hiába való, és egy picit arra is gondolva, hogy úgy érzem, kölcsönösen Szalontán Túlkevéről tudtak meg nagyon sok dolgot, Túlkevériek pedig szalontaiakról sok minden. Azok a kapcsolatok, amikre utaltam ebben a kiadott emlékezésemben is, úgy gondolom, hogy sok oldalról nyitottam, és éppen itt percekkel a helyetfoglalás előtt beszélgettünk arról, hogy a Kovács házaspár és a Győri házaspár között tényleg olyan napi kapcsolat, ha nem túlzok, gondolom, alakult ki, amiben szoros barátok lettek a két családtagjai, de mondhatunk más példát is, de az is igaz, bizonyára egyetértenek velem, hogy kölcsönösségen múlik az, hogy egy kapcsolat mikor laposodik el, vagy meddig ad értető erőt. Terveink bőven vannak, én szerényen most csak a következő 50 évet tervezem, aztán majd 50 évben meglátom, hogy utána mennyi idő szállnak még a terveink megvalósítására, de abban bízom, hogy azok a közvetlen együttműködő partnereim itt helyben Túlkevén, akik azt a fajta törekvést, amit a idén 18 éves Túlkevért alapítvány tesz, az végül is olyan érdeket képvisel, amiben a egyéni érdek legkevésbé játszik szerepet, sokkal inkább a közösségi érdek, a másokért tenni akarás, és hát engedjék meg, hogy azzal a gondolattal zárjam, hogy nekem igazi öröm másoknak örömet szerezni. Nagyon szeretettel üdvözlöm benneteket, a Túlkevei testvérek. És engedjétek meg, hogy ezt mondjam, hogy Túlkevei testvérek, hiszen mi, mikor aláírtuk azt az együttműködési egyezményt és testvérvárosi kapcsolatot, akkor mi igazán azt gondoltuk, hogy itt egy igazi testvéri kapcsolat fog kialakulni, amit ugye ápoltunk addig, ameddig lehetett, és ameddig volt aki ápolja. És mondom ezt azért, hiszen én mindig, mikor itt jöttem Túlkevére, én mindig azt mondtam, hogy hazajövök, hiszen a kis testvérvárosunk ugye a legkedvesebb nekünk, mert egy családban a legkisebb igaz mindig a legkedvesebb. Én hiszem azt, hogy az első találkozásunk után mindazok, akik eljöttek Szalontára, azoknak is kifejlődött ez a mikróba, hogy igenis szeretnénk el egy Szalontát. Túlkevét talán jobb szívvel, sokkal odaadóban ragaszkodott Nagyszalontához, hiszen olyan ajándékokkal gazdagított a Nagyszalonta szellemi életét, ugye, mint Talamasz Lajosnak a Sinka szobrával, vagy az Erdély József, nem is az Erdély József, hanem a Vilai Lajos szoborra, amiért engedjék meg, hogy most is nagyon nagy alázattal és szeretettel megköszönjem ezt a maradandó ajándékot. Hiszen azt hiszem, hogy azon kevés települések között nevezhetjük Nagyszalontát, akiknek igazi szoborparkjuk van, és ebben a szoborparkban ugye nagy érdeme volt a Túlkevének és a Túlkevére alapítvány. Én örvendek annak, hogy minden ez a 20 év azért voltak nagyon tartalmas, és hadd mondjam azt, hogy megszívlelendő és felemelő pillanat. Én hiszem azt, hogy a jövő nemzedék, és mi itt történelmet írtunk ebbe a 20 évbe, és a jövő nemzedék erről jóhiszeműen és objektíven fog megemlékezni. 2011. szeptember 11-én 750 éves településünket köszöntöttük.
Velünk ünnepeltek testvértelepüléseink Mezőhegyes, Nagybocskó, Nagyszalonta, Osel, Porabka és határon túli barátaink is. A város zászlajára emlékszalagot kötöttek. A színpompás felvonulást városházi ünnepség követte. A vendégek köszöntötték 750 éves településünket, ajándékkal kedveskedtek. Együttműködési szándékukat megerősítő megállapodások aláírására is sor került ekkor. Nagyszalontáról, a legnagyobb magyar epikus költő földjéről érkezve nem értünk mással, mint Arany János szülőföldjével. Ez a föld, amelyben megteremthet a nagytúlsági búza, amely ellátja népünket és nemzetünket, összecseng a Szent Biblia üzenetével. Kedves turkevélyek, Isten áldja meg Önöket, Isten áldja meg Turkevét és minden egyes polgárnak. Május 13-a óta Gábor Feri bácsival naponta találkozhatnak a nagyszalontára látogatók, és persze a szalontaiak. Szobra áll a város főterén. Teljesült az álma, miszerint ő mindig együtt szeretne lenni, gondolkodni szeretett szalontájával, annak lakóival. Turkevei delegációnk is részese volt e felemelő ünnepségnek. Koszorút helyeztünk el a szoborparkban, a nagyszalontai temetőben. Utunk ezután a Magyar Házba vezetett. Köszönet azokért a gondolatokért és intelmekért, melyek megfogalmazva és papírra vetve vésik lelkünkben az életutunk állandó elemózsiájaként, cselekedeteink alapértékeiként az emberi lét titkait. Idősbe hajló életkorának bölcsességét, a gondolkodó vívó ember hagyatékát, kincsét találjuk versében, eként fogalmazva. A mű az, ami emberré tesz, s mint lény, talán kissé széppé. Ezer és ezer ágazat. Ember, a kezedre vigyáz. Ünnepeljük őt, mert amikor őt ünnepeljük, akkor ünnepeljük magunkat. Ünnepeljük szülőföldünket, édes anyanyelvünket. Sápadtan ragyog a hold, se elevenő, se volt. Odahaza beszélgettünk. Egyszer mondja, ma leszek én még a templom körül. Hát megadta a teremtő. A nagyszalontai polgármesteri hivatal koszorúját Török László polgármester és Ilyés Lajos alpolgármester helyezik el. Túrkevel testvérvárosunk képviseletében dr. Szabó Zoltán polgármester úr, Csajbó Ferencné, a Túrkevéért Alapítvány alapítója és Fehérvári Tamás, a szobor készítője helyezik el a megemlékezés virágait. Thank you.
temetőben felkerestük Gábor Ferenc, Zilahi Lajos és Pelog Benedek nyughelyét. Azt az elkötelezettséget, amelyet a Gábor Ferenc munkássága az Önök révén megtestesült. Még egyszer jó együtt töltött időt kívánok mindenkinek, és bízom benne, hogy gyarapodva fogunk távozni ebből a teremből. Gábor Ferenc, törődni kell. Bár nem tudni, hogy az ember mit ér el, törődni kell a holnapi kenyérrel. Törődni, még törődni kell a gonddal, törődni kell a földdel, a magokkal, a kapával, a kalapáccsal, a géppel. Nem élhetünk lesz, ahogy lesz rebízva. Nem hagyhatunk mindent a fiainkra. Szebb az ember, ha tettekben ég el. Törődni kell a holnapi kenyérrel. Van egy hely, ahol jó lenni, veled, 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 itt együtt lenni. Van egy hely, ahol jó élni, nekem, neked, nekünk. Thank you.
köszönjük ezt a kívül látott összeállítást. Én sírtam. Nagyon szépen köszönöm a Turkálya Televíziónak az összeállítás elkészítését. Azt hiszem, hogy mindannyiunkban kedves emlékeket ébresztett. És én most azt javaslom, nagy szeretettel és tisztelettel, hogy lapozzuk tovább az emlékkönyvet. Kérdezem, hogy szünettel vagy szünet nélkül lapozzuk, mert hogy majd most fogunk tudni szóhoz jutni, azon kívül is, amiket itt láttunk. Egy kevés szünetet, egy 5-10 percet? Jó, akkor most következik a pezsgőbontás, és azzal együtt egy kevéske szünet. Talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Kérésemet. És akkor azt kérdezem, hogy kinek adjam a kezébe a mikrofont, mert hogy most már itt személyesen is elmondhatjuk a gondolatainkat. Tisztelt megjelentek, kedves polgármester ura, volt és jelenlévő, kedves barátaim, Szalontáról, Túrkevéről, kedves ismerősök. Örömmel töltem, hogy jelen lehetek ezen az ünnepségen, ami egy ilyen évfordulós ünnepség, és felidézi azt a sok szép emléket, ami 30 év alatt volt a két város között. Konkrétan engem az iskola kapcsolat érintett, amikor ezelőtt 30 évvel Szabó Zoli egy küldöttség élén, és az egyes gazdasági és kulturális intézmények képviselőivel ellátogatott Szalontára, akkor érkezett az egyes számú általános iskolába a Kossuth utcai általános iskola megbízottja, mert igazgatónője nem tudott eljönni, Győriné Piroska, aki azóta is a Piroskán, és egy 30 éves barátságra kocintottunk most, ami a két család között azóta is tart. Ezután közös kirándulásaink voltak, még abban az időben nem tudták rögzíteni, tehát ezen az élmény beszámolón nem jelent meg, amikor az első csoportgyermek Szalontáról érkezett Túrkevére. Vonattal jöttünk, az én útlevelemmel mellékelve egy táblázat, csak így tudtuk áthozni a gyerekeket. A megérkezés helyére egy téren volt, valószínű a hivatal elő, ott fogadtak bennünket a családok, akik felvállalták, hogy ellászállásoljuk az érkező vendégeket, és ők aztán hazavitték őket. Mi a pedagógusok a kollégiumban voltunk elszállásolva, közös vacsora volt, nagyon jól éreztük magunkat, ami után folytatódott egy viszontlátogatás a következő évben. A Túrkeveiek érkeztek Szalontára, hasonlóan mi is elszállásoltuk és fogadtuk az innen érkezőket. Azután egy olyan időszak következett, hogy én a középiskolába mentem át, ott tanítottam aztán a nyugdíjazásig, és ekkor részemre ez az iskolai hivatalos kapcsolat megszűnt, mert a középiskolában nem is volt rá igény, és nem is folytatódott, hogy ott azzal az iskolával kössünk kapcsolatot. Így egy pár, jó pár évig szünetelt iskolaszintű kapcsolataink, működött viszont a baráti kapcsolat a győri házaspárral. És a majd egyházi szinten is voltak együttműködések ebben az időszakban, majd aztán, ahogy most kipogoztuk, folytatódott a Katika által
aki felvállalta, hogy az általános iskolával, ő és a Kuncsorbai iskola, testvér iskolai kapcsolatot köt. Az a csoport is aktívan működik együtt a mai napig, hasonlóan a mi barátainkkal, és igyekeztünk úgy ők, mint mi, közös programokat szervezni, amelynek keretében nekünk lehetőségünk adódott megismerni Magyarországnak majdnem az egész részeit, tehát egy-két megye van talán, ahol még nem jártunk, és történelmi ismereteinket, ami igen fokhíjas, barátunk Jóska pótolta. Még kaptunk egy történelemkönyvet is tőle, azzal az ígérettel, hogy másik évben kikérdezi, de halasztottunk, úgyhogy még nem vizsgáztunk le. Mi is próbáltuk őket, és remélem, hogy örömükre elvinni őket is Erdélybe, a monarchia egykori fellegvárába, ahol várakat, kastélyokat, múzeumokat és jelentősebb intézményeket látogattunk meg közösen, úgyhogy már mindkét családnak olyan fejtörő, hogy hova is menjünk már, ahol még nem voltunk. De azért még mindig valahogy kisikeredik egy-egy találkozó. Már most megbeszéltük, hogy jövőre mi jövünk, és ők lesznek a programszervezők. Hát körülbelül mit akartam mondani, és kívánok mindenkinek nagyon kellemes és boldog ünnepeket, áldott békés karácsonyt és boldog új évet! Köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, polgármester urakat, és kedves barátainkat Turkevéről. Én úgy gondolom, hogy az élet nagy ajándéka számomra, és a nagyszalontaiak számára is, ez a testvérvárosi kapcsolat. Hát, amint hallották, sajnos, hogy 1990 nyarán hirtelen meghalt a férjem. Nagyon sok terve volt, elvállalta abban az időben a polgármesteri feladatot, amikor mindenki borzasztó felszabadultan és reményekkel indult, és követelésekkel, és mivel neki már volt előtte infarktusa, hát a szíve nem bírta a terhelést. Akkor ment el, amikor a legnagyobb szükség lett volna, nem csak a városnak, hanem a családunknak is, mert mind a két fiunk egyetemista volt. Most, hát igen, nagy feladatot hagyott rám, de én merem állítani, hogy a Jóisten így a tenyerére vett, és segített, és vezetett, és sikerült nagyon sok minden. És nem tudok ezért elég hálát adni. Nagyon-nagyon köszönöm Szabó Zoltánnak, aki ahányszor csak szalontára jött, mindig testvérként fogadott, testvérként ölelt meg, és bíztatott. Nagyon köszönöm azokat a videókat és felvételeket, fényképeket, amelyek ugye az első találkozást örökítették meg. És a sok-sok találkozást az Arany János Művelődési Egyesület által szervezett versmondó versenyeken, meg kulturális eseményeken, megemlékezéseken, a sok karácsonyi műsort, amit az Egresi Béni zeneiskolának a tanulói, tanítványai és a tanárai hoztak el hozzánk. Felemelő pillanatok voltak mindig, és örömmel telt meg a szívünk. Nagyon szívesen emlékszem vissza a Petőfi Sándor általános iskolának a tanári karára, Csajbókné Margóval kötött barátságunkra, amikor a határig lejöttek értünk autóbusszal, és elhoztak bennünket
előtt Turkevére, aztán a Recskre, a Recski úttörő táborba, onnan Tiszaújvárosra, ahol csodálkozva vettük észre, hogy a strand mellett ott korcsolyáztak a műjégpályán, ugye, az ahhoz hozzáértők. Szóval csodálatos élményekkel gazdagodtunk, és mondtam akkor azt, hogy miért van az, hogy minden elmúlik, ami szép, de megmarad az emlék. Az emlék az élteti az ember, és szívesen emlékszünk vissza, valahányszor találkozunk, felemelkedjük mindazt a jót, azt a jobb kezet, amit nekünk nyújtottak. Ma már én úgy érzem, hogy más a helyzet Nagyszalontán is, hiszen a kezdeti nehézségek után jött mégis az Uniónak a segítsége, és ma már másképp néz ki a mi városunk is, és ügyes csapattal, a polgármester úr segítségével, vezetésével a város arculata változott. Sajnos nagyon-nagyon sokan elmentek. Ezt fájlalom, hogy volt tanítványaim közül nagyon sokan oda vannak külföldön. És ugye kevés a gyerek. A város lakosainak a száma csökkent. A 21.000 vagy 22.000-ből ma már csak 17.000 lakosa van Nagyszalontának. Tehát oda kellene hatni, hogy valahogy, valamilyen módon ott tartani a fiatalokat. Gondolom, hogy ez közös gond Turkevével is. Bízunk benne, hogy a Jóisten nem feledkezik meg rólunk, és segíteni fog. Ad erőt a továbbiakban is, és elsősorban egészséget, szeretetet, hit, remény, és szeretet, és békesség legyen az elkövetkező évben is, és most az ünnepekben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Isten áldjon meg mindenkit! Említette Vízi barátnőnk, hogy valami történelmi könyveket adtam neki, hát ugye én történelmi földarasztalos tanár voltam, és igazad megvalva, ne haragudjatok meg ilyet, engem egyszer sok volt egy kérdés. Sáros patakon vagyunk, és akkor azt kérdik tőlem Vízi, hogy ki hozza rá Kózi Ferenc. Hát úgy meghoztam, hogy hát ők ugye magyarok minden, aztán amikor elkezdtem gondolkodni, rájöttem, hogy ők életkoroknál fogva Rákóczi Ferencről lehet, hogy segítsen tanultak. Nem tudom, hogy a magyar iskolában a román történtankönyv milyen, de feltételezem, hogy a román könyvet tanulják magyarok. Na most aztán rájöttem, hogy hát meg kell nekik bocsájtani, hogy nem tudják, hogy ki volt Rákóczi Ferenc. Egyébként megmondom, ugye Vízi földrajzszakos, a Sanyi matematika fizika, azért a magyar itt lévő matematika fizika szakos, földrajzszakos kollégái, ők se tudnának fél óráig beszélni Rákóczi Ferencről, ők is elintézékét mondatta, hogy valami szabadságharcosa is volt. És ekkor határoztam el, hogy én őket megajándékozom a mi középiskolánk összes földrajzkönyvével, összes történkönyvével, meg összes földrajz és történ atlaszával. Rendkívül nagyvonalú volt az akkora iskola vezetés, mikor elmondtam nekik, mert ugye ez egy mennyiségileg is, mert Árpa is egy komoly stóc volt. Aztán magyar könyveket nem adtam nekik, de ők azt mondták, nyugodtan az iskola szállájáról vedd meg ezeket a könyveket, azt vigye szalottára. Úgyhogy ez az egyik szalottai emlékem, amivel támogattam őket, és akkor máskor is még egy ilyen meglepetés, ott Észak-Erdélyben, Szatmárnémeti Nagybánya környékén vittek bennünket, és ugye azon a vidéken, ha szerencsék van a főtér környékén, hat egyháznak, vallásnak látjuk a templomát. Van zsidó, katolikus, görög-katolikus, ortodox, református. Esetleg, ami, és azt kérdi tőlem egyszer Vízi, amire megint padlóra kerültem, görög katolikus templom, azt mondja, kik voltak azok a görög katolikusok. Hát szégyen ide, szégyen oda, ugye a marxista időben nem első rangú történelmi téma volt ennyiféle keresztény egyházak.
hazajövök, valamit hevettem, habogtam, valamilyen fogalmam volt, hazajövök, és elkezdem nyomozni, hogy van-e ilyen könyv, ami egy középiskolai tanárnak, érdeklődő diáknak, a Magyarországon és vallásokat föltárja. Úgyhogy csak utána néztem, mondom, ha a következő évben legyünk mentünk oda, mondom, ne kérdezzenek egy tízi egy épületről, hogy ez milyen egyházak a templomban, tehát készültem a találkozásra, tehát nekem ezek olyan továbbképzések voltak. Jó, köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, mert semmiképpen nem akartam szólni, mert nekem tele van a szívem most fájdalommal. Most arra gondoltam vissza, amikor Puncsorbáról elkerültem, hát előbb visszatekintek arra, amikor oda kerültem. Az első lépés az volt, hogy amikor igazgató lettem, akkor aranyan is nevét vegyük fel. 2000-ben egy csodálatos ünnepség volt, Szabó Babika mondta az ünnepi beszédet, el nem felejtem, mint keresztelőt úgy ünnepelte a mi iskolák névadását. Felvettük Arany János nevét is, és 4 évig mérhetetlenül boldogok voltunk. És amikor én elkerültem Kuncsorbáról, az első megmozdulás az volt, hogy Arany János nevét elvették, és Orci Anna lett az iskola. Hát ebben én majd belehaltam. Nem tudtam, hova tegyem magam, mérhetetlenül szomorú voltam. Úgyhogy pár év múlva, amikor az iskola megszűnt, akkor már rezzenetlen arccal viseltem. Hát minek oda iskola, ahol Arany János nem kell. És az Úristen kegyelmének, hogy mégis megmaradt ez a kapcsolat. Köszönöm Németh Erzsikének, aki annak idején felvette a kapcsolatot, köszönöm az akkori vendégeknek, akik nálunk aludtak, és úgy gondolom, hogy kegyelmi állapot az, hogy ez a kapcsolat megmaradt, és most is ugyanolyan élő szeretettel köszöntjük egymást, ha összejövünk. Úgyhogy köszönöm szépen! Kedves jelenlévők, kedves barátaink! Az ászlóra adom át a szót dr. Szabó Zoltán kuratóriumi elnök úrnak. Kedves ünneplők! Hava, nem, akkor soha. Nincsen ember szíven, lelke, melegséggel, örömmel, boldogsággal és a szeme könnyel. Azt gondolom, hogy egyiket se szégyelhetjük. Olyan barátok között ülhetünk most itt a Városháza dr. Szilard Károly dísztermében, akik lelkileg közel vagyunk egymáshoz. Említettem már ezt a földrajzi távolságot, az alig több mint 100 kilométer, de az elmúlt évek, évtizedek úgy gondolom, hogy megerősítették bennünket az összetartozás erejével, az együvé tartozás erejével, az egyvérből való tényével, és sok-sok olyan történő múltba visszanyúló közös tényel, amelyet a jövőre százesztendő Stiaroni diktátó szétszakított. És nevezetőben úgy kezdtem Vörös Martit idézni, hogy mi dolgunk a világon. A dolgunk az, hogy kényszerből ne alkalmazkodjunk a meglévő státusz quóhoz, hiszen a politikai határok tologatására reális esély nincs. Viszont ezeken a határokon való közvetlen együttműködés lehetősége alkalmasít az Európai Unió keretein belül lehetőség. És rajtunk múlik, hogy ez az együttműködés miként teljesülhet ki iskolai szinten, a kultúra szintjén, de esetlegesen gazdasági együttműködése is gondolok. Hiszen akkor, amikor itt a levetített képekben láttuk, hogy 10 évvel ezelőtt egyfajta szándéknyilatkozatot írt alá az akkori megyei közgyűlés elnöke és Turkebe jött testvérvárosának polgármestere vele együtt, akkor megerősítettük azt a szándékot és azt a tényt, hogy együttműködjünk az élet különböző területein, szélesítsük ezt. És most ennek a 10 évvel ezelőtti aláírt szándéknak egy konkrét lehetősége kínálkozik 2020. február 15-én, amikor 16. alkalommal szervezzük meg a Baruk János nevével fémjelzett nagykósági, nagysáréti tájökológiai konferenciát.
erre a konferenciára való részvételre az adott települések, testvértelepülések polgármestereit arra kértük fel, hogy vállaljanak 15-20 perces előadást településük környezetvédelmi, természetvédelmi helyzetéről és turisztikai kínálatáról. Erre a felkérésre már a lengyelországi Poronka polgármestere meg is küldte az előadását, jelezte pozitív hozzáállását Nagy Bocskói polgármester úr, Josip Bozsuk úr, jelezte a mezőgyesi polgármester úr, Pap István Tibor, jelezte a turkevei polgármester úr, Sarai Róbert Benedek, és én most kérem Török László polgármester urat is, hogy tegye meg azt, hogy legyen itt velünk február 15-én, és Nagyszalotta képviseletében legyen részese ennek a várható turisztikai szorosabb fűszerűen működésnek, és sok-sok ötletünk, elképzelésünk van, én bízom abban, hogy nem üres szavak hangzottak itt ma el, hanem lelkünk mélyéről jövő gondolatok, amelyeket komolyan is gondoltunk, és csak rajtunk múlik, hogy az együttműködés miként fog folytatódni. Még egyszer Isten hozta önöket, nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen! Arany János születésének 200. évfordulójára emlékeztünk az Arany évben. A 2017-es esztendő Arany évén volt. A költőúriás nekünk e találkozó valamennyi résztvevőjének is üzen az Alkalmi vers című versével, annak egy versszakával. Én ezekkel az aranygondolatokkal búcsúzom önöktől, tőletek, és köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a délelőttöt. Zenevona, babona, húzavona, vesszen. Visszavonás, levonás, minket ne elvesszel. Legyen egység, türelem, hit a jövendőben. Adjon Isten, ami nincs ez új esztendőben. Mint a leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ. Mint porba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled. S bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk.